1048 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 370.336 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 12.739 főre emelkedett, hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta, Magyarországon folyamatosan zajlik a védőoltások beadása. Közel háromszorosa már a beoltottak száma az aktív fertőzöttekének. Itt az arányok nagyon fontosak, és azt is látjuk, hogy már 75.807 fő a második védőoltását is megkapta, és tudjuk jól, hogy ezt követően várható az az immunitás, az az egészségi állapot, amely már védetté tesz bennünket a vírusfertőzéssel szemben. Az elmúlt napok és a mai nap eseményei lehetővé teszik, hogy az otthonukban tartózkodó legidősebbek oltása is elkezdődjön, fogalmazott az országos tiszti főorvos. A Moderna vakcinák kiszállítása jelenleg is zajlik. Praxisonként mintegy 30.000 fő körül az oltópontokon, oltóhelyen is felvehetik az oltást a jelentkezők. Müller Cecília beszélt az úgynevezett egynapos beavatkozásokról is. Az emberi erőforrások minisztere tekintettel a kedvezően alakuló járványügyi helyzetünkre engedélyezte az úgynevezett egynapos ellátásoknak a visszavezetését az egészségügyi ellátásokra. Rendszerbe, tehát a szájsebészet és a fülorgégészeti egynapos beavatkozásokon azokat kivéve az összes többi egynapos ellátást igénybe lehet venni a megfelelő higién és feltételek betartásával. A tervezett beavatkozást megelőzően 72 órával PCR vizsgálat kell, a negatív eredmény után a beavatkozás napján egy antigén alapú gyors tesztet is elvégeznek.